Sziasztok! Most egy készen vásárolt kínai kaját fogok bemutatni nektek. Hát ugye ezt azt kell tudni róla, hogy itt Franciaországban egy nagy hipermarchében lehet ezt kapni. Ott előtted csinálják meg, és ugye úgy rakják ki a polcra frissen. Na lássuk akkor, hogy mik vannak benne, elmagyarázom részletesen, és utána meg is kóstoljuk. Így néz ki tehát, ugye van benne 6 darab ilyen rizses henger, mi most meg fogunk enni ebből ugye 3 darabot, hogyha sikerül szétszedni, igen. Ez részletesebben miből áll? Ugye a legfontosabb alapanyaga a rizs, ez egyébként ecetben van átitatva. Amit látunk itt benne, az a lazac, itt van benne az avokádó, és ez a zöld, ami körülveszi, ez pedig ilyen rizs levél. Illetőleg a másik része, az meg csak rizsből és lazacból áll, ugye 3 darab van benne, én másfelet fogok megenni, és ugye itt tökéletesen elfelezem 2 étkezésre. Ez lesz hát a mai ebédem, egyébként a fűszerezése az alapból korianderből és mentából áll, hát ugye mind a kettőt szeretem, és illetve még kaptunk hozzá egy szószt is, azt is megmutatom. Ez igazából egy ilyen speciális szójaszósz, úgyhogy nem sokat ettem már egy párszor, úgyhogy nem fogok sokat rátenni. Egy pár ilyen kis folyást. Így, ez így tökéletesen elég, és akkor kóstoljuk meg. Hát nem egy sok kaja, de viszont el kell mondani, hogy egészséges. Ugye az avokádóban is sok a C-vitamin, D-vitamin, stb. Ugye köztudott, hogy a halakról, ugye főleg a lazacról, azt is kell enni hetente egyszer. Rengeteg sok olyan antioxidáns, meg mindenféle van benne, ami más élelmiszerekben nincs, vagy ugye elenyésző módon. Na, hát akkor kóstoljuk meg ugye először. Ebben ugye van minden, amit ugye elmondtam, tehát a rizs, a rizslevél, avokádó, meg egy kevés lazac. Így néz ki egyébként, egész közelről. És akkor kapjuk be, vegyük meg. Azért azt el kell mondani, ugye, hogy a rizs, meg az avokádó, hogyha még nem kóstoltátok meg feltétlenül, tegyétek meg. És hogyha ugye hozzájön ez a lazacnak ez a intenzív, ugye nyersen kell enni, ez az intenzív íze, ez együtt, így ugye mentával, meg ezzel a korianderrel, nagyon-nagyon finom. Most ugye ez a rizsünk a következő falat, és hozzá a lazac, ugye természetesen ez is átitatva ezzel a szójás szósszal. Könnyed, nem üli meg a gyomrot. Igazából, hogyha mégis ezt, hogyha megnézi az ember ugye ezt a tálat, 70-75% a rizs, tehát nem hízzal, tényleg még egyszer mondom, könnyen megemészthető. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ebéd. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, remélem étvágy gerjesztő volt, és rá tudlak venni benneteket ugye a minden sokoldalú táplálkozásra. Ki kell próbálni, nem szabad egyébként félni az ízektől, majd még fogok mutatni olyan ételeket is, amit elképzelhetőnek tartok, hogy nem is gondoltátok volna, hogy lehet párosítani, és ugye a én szerény véleményem, de nagyon finom és nagyon jó passzolnak egymáshoz. Sziasztok!